Van még mára egy témánk, ami ugye nem más, mint az, hogy hogyan szerezd vissza az elvesztett partneredet, az elvesztett barátnődet. Ez egy érdekes téma, és onnan jött az ötlet, hogy erről én beszélnék egy órát, erről az egész kérdéskörről, hogy annak idején, amikor még tartottuk ezeket a randizással kapcsolatos előadásokat, úgy tapasztaltuk azt, hogy általánosan az előadásokon azért voltak, de sosem volt az a hú, mennyi ember. És képzeljétek el, hogy egyszer tartottunk egy ilyen workshopot, ahol az volt a téma, hogy hogyan szerezd vissza az elvesztett barátnődet. És mentem be az előadó terembe, következő látvány fogadott, a csilláron is férfiak lógtak. A sarokban lévő szekrényben is férfi voltak. Mindenhol, az egész terem fullon volt férfiak, mindenhol férfiak voltak. És ez nekem nagyon meglepett, hogy hát hogy lehet az, hogy hát ez általánosan az előadásokra jó, eljárogatnak azért, de ezen olyan durva, hogy mondjam ezt nektek, konverziós arány volt ahhoz képest, ami szokott lenni, hogy csak néztem. És akkor gondolkodtam rajta, hogy miért van ez. Tehát, hogy ezt a témát, ezt miért preferálják annyira a többihez képest. És elkezdtem azon is tűnődni, hogy lehet, hogy erről érdemes lenne beszélni. Mert nekem voltak már ilyen tapasztalataim, ilyenfajta megkereséseim, amikor konkrétan azzal jöttek, hogy hogyan szerezzék valósan vissza azt a partnert, aki őket elhagyta. És akkor így mindig néztem, meg gondolkodtam, hogy hát most erre mi a jó válasz? Volt például egy srác, aki szintén ezzel a szemlélettel jött el hozzám, hogy mondjak már neki valami tuti tippet, hogy ő visszaszerezze azt a csajt, aki elhagyta. És akkor megkérdeztem tőle, hogy mondom, miért ő a birtokod volt? Hát, hogy mit szerzünk vissza? Először is tisztázzuk a fogalmakat. Hát visszaszerezni azt tudjuk, amit tőlünk elvettek. Ami a miénk. Visszaszerezni azt lehet, ami a miénk. Ha valami nem a miénk, azt nem lehet visszaszerezni. Mégis azok a férfiak, akik ott voltak a teremben, mindannyian meg voltak győződve arról, sőt mindannyian azt akarták, hogy valami olyat szerezzenek újra meg, hogy valami olyan legyen újra a saját birtokukban, ami nem is volt az övék előtte se. Értitek ezt az érdekes logikát? Tehát, hogy vissza akarnak szerezni valami olyat, ami sose volt az övék. Mert hogy egy párkapcsolat, az nem erről szól. Az nem arról szól, hogy én birtokolok téged, és te is birtokolsz engem. A teljesen más dolog, hogy van két ember, akinek az én határai elkezdenek összemosódni, és bizonyos életterületeken fedik a másiknak a működését. Ilyen van, de ez nem azt jelenti, hogy birtokollak téged. És ezek az emberek, én ezt vettem észre, hogy valahol olyan fajta önismereti hiányosságokkal rendelkeznek, hogy ők birtokolni akarnak másokat. Ez kritika, valóban, de ugyanakkor egy kicsit elszomorító dolog is szerintem. Elszomorító ebben az, hogy az a fajta kétségbeesés, amikor valaki annyira nincsen tisztában önmagával, hogy minden áron szeretne egyfajta állapotot helyreállítani az életében, aminek már vége van. Most tudok erre nektek egy hasonlatot mondani. Biztos jártatok már moziban, és én például olyankor megyek csak el a moziban, amikor 3D-s film van, mert ugye azt otthon nem tudom megnézni, otthon csak két dimenzióban tudok filmeket nézni, de a 3D-s filmekre el szoktam menni. És az egyik ilyen 3D-s film, azt hiszem most legutóbb, amit láttam, ez a Óza, nem tudom én, Hatalmas, vagy mi a fene volt a neve, meg előtte jártam a Véres Valentinon is, szóval ezeket így meg szoktam nézegetni, és gondoljatok bele, hogy amikor ott vagytok egy ilyen filmen, azok az élmények, amik ott lefutnak bennetek, azok az érzések, amik ott végigmennek a testeteken, az egész hormonrendszereteken, a sejtjeiteken, az az izgalom, amikor azonosultok a szerencsétlen áldozattal, akit bántanak, vagy azonosultok az agresszorral, aki mondjuk őt bántalmazza, vagy például
átélitek az igazságtalanságot, amikor átélitek az örömet, hogy valami megoldódik, amikor elégedettek vagytok, amikor közben izgultok, amikor féltek, amikor szomorúak vagytok, mert valaki meghal, aki például a filmben közel áll hozzátok. Azt amikor megnézitek ezt a filmet, már 15-ször mondtam, hogy amikor, de ez most fontos szó, ott vagytok ezen a filmen, és az, amit ott megéltek, azt nem fogjátok tudni megélni úgy, hogy ti azt mondjátok, hogy még egyszer elmegyek erre a filmre és megnézem. Azt csak egyszer fogjátok tudni megélni. Az egyetlen egy alkalomra szól, arra a másfél-két órára, amíg ti ott ültök. Annak utána vége van. És nem tudjátok azt megtenni, hogy tegyük fel, elmentek egy hónap múlva megint a moziba, ahol szintén adnak egy újabb filmet, mondjuk tegyük fel egy nagyon fájdalmas, szomorú, csalódással teli ilyen drámát, és ti azt mondjátok, fölrohantok a kis vetítő kabinba, és azt mondjátok az ott ülő emberkének, hogy kapcsolt ki, én azt a filmet akarom látni, amit egy hónappal ezelőtt néztem. Ezt nem tudjátok megcsinálni. Sőt, ha még meg tudnátok tenni, és újra beraknák nektek azt a filmet, amit egy hónappal ezelőtt láttatok, akkor sem lenne ugyanolyan. És sajnos valahol itt kezdődik az egész témakörnek a bevezetése is, hogy valahol én azt vettem észre ezeken a férfiakon, akik ott voltak az előadáson, hogy ők nem akarják a saját filmüket végignézni, amit éppen előttük megy, hanem ők egy olyat akarnak kivetíteni, egy olyat akarnak látni, ami már nincs. Aminek már rég vége van. És hogy miért fontos ez? Azért, mert hogy nem szabad elfelejteni sose, hogy a legintenzívebb élményetek az mindig akkor lesz, azon a filmmel lesz mondjuk így, ami aktuálisan fut az életetekben. Tehát, hogy ti aktuálisan most azt éljétek meg, hogy valakit elveszítettetek és fáj, akkor lesz a legintenzívebb film vagy élményetek, hogyha azt a mozifilmet nézitek végig, ahol sírnak, ahol dühösek, ahol csalódottak, ahol elveszettnek, magányosnak, tehetetlennek, depressziósnak érzi magát valaki. Ezek adják a legintenzívebb élményeket, és sokkal intenzívebb élményeket adnak ezek annál, mint hogyha vissza akarnátok pörgetni egy régebbi mozifilmet, amit már egyszer láttatok. Az nem fog olyan intenzív élményt adni. Az akkor adja azt az intenzív élményt, amikor ti éppen megnézitek. Például az izgalom egy nagyon érdekes dolog. Az izgalom például mindig arról szól, hogy vannak olyan típusú emberek sajnos, akiknek ugye megvannak az ilyen konfliktusaik, amikkel nem foglalkoznak, és rutinná válik az életük, és éppen ezért, mivel a kíváncsiság is egyre jobban elnyomódik a személyiségükben, mint ilyen viselkedési szokás, vagy lehet bármi másnak nevezni, lényeg, hogy jelenség, ezt elnyomják, és megszűnik az életükből az izgalom is, mert nem vágnak bele új területekbe, nem vágnak bele új kihívásokba. És izgalom mindig csak akkor van, amikor először nézel meg egy filmet. Akkor félhetsz igazán, és akkor dermedhetsz meg a hatodik, az a Bruce Willisnek a filme volt, amikor az volt a lényeg, hogy kiderült a végén, hogy ő egy halott. Hatodik érzék. És akkor ijedsz meg igazán, amikor például van az a jelenet, hogy a Bruce Willis megy egy szobában, és egy ilyen kéz kinyúl az ágy alól. Ezt nem tudom, hogy emlékeztek arra a jelenetre. Én ott majdnem összefostam magamat, effektíven. De hogyha újra megnézed azt a filmet, akkor már nem fogsz megijedni ott. Hát az, már nem fogod ugyanazt megélni. Tudod, hogy mi vár rád? És innen csatolnék el egy nagyon fontos jelenségre, ami kapcsolódik ezzel a visszaszerzéssel, meg ezzel az egész témakörrel, ami meg a se veled, se nélkület kapcsolatoknak a lényegében a manapság, ezeknek a létezése. Mert pontosan a se veled, se nélkület kapcsolatoknak, azoknak van egy olyan fajta dinamikája, hogy valahogy azok, akik ebben élnek, azok mindig a régi filmet akarják újra látni. Mert a valós film
az az lenne először is, hogy felismernék azt, hogy a kapcsolatuk két dolgon alapszik. Mondok nektek egy érdekes példát ezzel kapcsolatban. Van egy ismerős nőm, nem úgy a nőm, hanem csak így barátnőm, barátnőm, aki 3 hónappal ezelőtt nekem és a barátomnak ecetelte azt hosszú cizellált mondatokba, hogy ő bizony ott hagyja a barátját, neki ebből elege volt, és hogy ő megteszi ezt a lépést. Elmondtam a barátomnak, hogy szerintem ők újra ki fognak békülni, lehetséges, hogy szakítani fognak, sőt biztos, de ők biztos, hogy újra ki fognak békülni. És megkérdezte tőlem a barátom, hogy miért gondolom ezt. Elmondtam neki, hogy azért gondolom ezt, mert én nem érzem a fájdalmat abban, amit mond. Én egy dühös, sértett kislánynak a dacos ellenállását érzem, aki most azt a játszmát kezdi el, hogy ő megmutatja a barátjának azt, hogy én megtehetem veled azt, hogy ott hagylak, de majd ha te engem kiengesztesz, majd hogyha pitizel nekem, majd újra udvarolsz, majd hogyha újra keresel, majd hogyha bizonyítasz, tehát játszma előnyöm lehet abból, hogy most szakítok magyarul, mert majd utána te loholni fogsz utánam, akkor majd újra össze fognak jönni. Következő dolog történt, valóban szakítottak aznap, eltelt 1,5 hónap, és mondta a barátom, hogy ők újra randiznak, mármint ez a csaj és az exe. Hogy miért érezte így a lány, hogy ő szakítani akar? Hát tömören az volt a jelenségnek az oka, hogy ugye nem bánt vele nőként, elhanyagolta, zárkozott volt vele ez a férfi, nem nyílt meg előtte, nem figyelt rá oda, lényegében önző módon használta. Ez a lány meg ezt így hagyta. Tehát, hogy ezt lehet megtapasztalni nagyon sokszor. Én legalábbis ezt látom, hogy azoknál a férfiaknál is, vagy nem csak a férfiaknál, hanem nőknél, akiknek kialakul a se veled, se nélküled kapcsolat, a se veled az arról szól, hogy már annyi a játszma köztünk, hogy egyszerűen a kommunikáció megdöglött. Ez a se veled része a dolognak. És nem tudok veled együtt élni, mert megdöglött a kommunikáció közöttünk. Tele van, minden második mondatunk, minden második reakciónk már arról szól, hogy valamilyen módon játszmaelőnyhöz jussak veled szemben. Az is egy játszmaelőny, hogyha például én hazamegyek, látom, hogy a feleségem ott hagyta a gáztűzhelyen az oknit. Most ez ilyen gyakran azért nem fordul elő, de képzeljük el, és én azt mondom, hogy nem megmondtam neked, hogy ide ne pakoljál! És mondjuk ezt így előadom. Ez egy játszma előny, mert én kidühönghetem magamat. Ő odajön, rám néz, megsértődik, mondjuk elvonul a lakás másik végébe, nem szól hozzám, ez is egy játszma előny. Mert például felhívhatja a barátnőit, és a barátnőivel marhajott beszélgetett arról, hogy a férjem egy állat. Ez is egy játszma előny. Tehát a se veled, se nélküled kapcsolatoknak a se veled része, az azt jelenti, hogy egyszerűen már annyi a játszma köztünk, hogy már nem tudunk kommunikálni. A se nélküled, az meg azt jelenti, hogy azért maradok veled, mert ezek a játszma előnyök viszont nekem rövid távon jók. Hát ez valamilyen szinten belegondoltok, hogy én kidühönghetem magam, hogy a barátnőmnek panaszkodhatok, hogy akár megélhetem azt, hogy te újra rám nyomulsz, mikor én kiteszlek téged. Ezek játszma előnyök mind. Tehát ezek nem valós érzelmeken, hiteles érzelmeken alapuló tapasztalatok. És a se veled, se nélküled kapcsolatok, ezek mindezen alapszanak. Majd elmondom nektek, hogy jön ez a hogyan szerezd vissza a barátnődet témához. Tipikusan lehet hallani olyan tanácsokat, amikor valaki elveszíti egy kedvesét, hogy is leül, mondjuk ez inkább hölgyeknél szokott lenni, elveszítik a pasit, és akkor összejönnek a barátnők, és az egyik kimondottan intelligens hölgyemény egy nagyon praktikus tanácsot ad, tedd féltékennyé. Hát most, ha flörtről van szó, akkor még azt mondom, hogy oké. Flörtbe kell egy kis feszültség, kell egy kis játék, kell egy kis izzás, kell egy kis, lehet, hogy még akár egy kis indulat is. De itt mi, hogyha itt egy kapcsolatról van szó, olyan kapcsolatonról van szó, ahol már emberek egymáshoz kötődnek, és ők már együtt vannak, hogy ez a mondat az azt jelenti, hogy kezdj el játszmázni vele. Hát itt erről van szó.
kezdj el a másikkal egy játszmát csinálni. És miért érdekes ez? Azért, mert ha megnézzük ezt az egész témakört, hogy mi lehet azoknak a fejében, akik eljönnek egy ilyen előadásra, hogy miért akarnak birtokolni egy olyan embert, akit soha az életben nem is volt a tulajdonuk, hát pontosan ezért. Mert nekik is olyan fajta játszmáik maradtak meg, amiket a kapcsolatuk eltelte után sem építettek le saját magukban. Ugyanazok a körök, ugyanazok a szokások, ugyanazok a konfliktusok, azok nem oldódtak meg. Mégpedig azért, mert visszaszerezni egy esetben lehet szerintem egy másik embert, akkor tudod visszaszerezni a másik embert, és talán nem is a visszaszerzés szója erre a helyzetre, hanem az újrakezdés, hogyha először is el tudtad engedni. Most az elengedés sokszor azért nem történik meg, mert a két emberben ugyanazok a konfliktusok, ugyanazok az elfojtások ott maradnak. És amikor én beléptem ebbe a terembe és láttam ezt a sok férfit, tudjátok, én mindig el szoktam mondani magamról, hogy én sem vagyok egy tökéletes ember, ugyanúgy megvannak azok a hétköznapi problémáim, mint bármelyikötöknek, aki itt ül. Amivel kicsit hozzá tudok járulni ahhoz, hogy ti többet tudjatok erről, az, hogy gyorsabban, árnyaltabban látom esetleg ezeket a folyamatokat, de ennyivel tudok többet. És ezeknél az embereknél meg azt láttam, hogy ők nem látják. Nem látják, hogy mi történik velük, nem látják azt, hogy pontosan mit miért tesznek, hogy miért ülnek ott egyáltalán. Nem tudnak elengedni. Általában az elengedésnek, hogy egy másik embert, mondhatjuk így, az útjára engedjek, általában legtöbbször azért nem történik meg, mert mind a két félben, főleg az, aki nem tud főleg annak a lelkében, aki nem tudja a másikat elengedni, marad egy csomó kérdőjel. Mi lett volna, ha? Harag, amiért még nekem olyan jogosultságaim vannak, amit még be akarok nálad váltani, amit te velem csináltál. Te még tartozol nekem akár. Vagy elvárás, amire nem kaptam választ, amikor mi együtt voltunk. Nagyon sok ilyen fajta kérdőjel marad a két emberben. És az a gond, hogy lehet látni azért kapcsolatokat, ahol működik az, hogy egy ilyen szakítás után a pár újra egymásra talál, csak az a probléma merül fel ilyenkor, hogy a kapcsolat az egy rendszer. És amikor te megtanulsz elengedni egy másik embert, végigmész egy gyász folyamaton, ahol neked fáj, ahol dühös vagy, ahol alkudozol, ahol letagadod, majd egy pár rövid mondatot azért kitérek a gyász folyamat, pár rövid mondat erejéig kitérek a gyász folyamatra is, mert azért fontos, de nem fogok ilyen nagyon mély elméletekbe belemenni, mert nem azért vagytok itt, hogy elméleti okosságokat hallgassatok, amit az interneten is meg tudtok nézni bármikor, hanem azért, hogy gyakorlati életből vett tapasztalatok által gazdagodjatok, mert szerintem ez sokkal hasznosabb. Ezt lehet észrevenni, hogy amikor végigmész egy gyász folyamaton és elengeded a másik embert, fejlődik a személyiséged. Ez nagyon érdekes. Fejlődik azáltal is a személyiséged, amikor te valamiben hatékonynak érzed magad, amikor sikerélményed van, amikor azt mondod, hogy ezt meg tudtam csinálni. Ez is egy fejlesztő folyamat. De az is egy fejlesztő folyamat, amikor te például felelősséget vállalsz a másikkal szemben valamiért, amit elrontottál. Fogok majd mesélni arról, hogy én írtam már ilyen szakítós levelet. Volt nekem is az életemben ilyen nő, akit nem tudtam elengedni. És nekem például ezért érzem magam szempontjából hitelesnek ezt a témát, mert volt már ilyen élményem, hogy egyszerűen vissza akartam szerezni a másikat, és nem tudtam mit csinálni. De mielőtt ebbe belemegyünk, nem szabad elfelejteni azt, hogy a kapcsolat az egy rendszer. Most, hogyha két ember összejön ugyanúgy újra, ahogy voltak akkor, mikor ők szakítottak, és az ő személyiségükben nem történik változás, mert nem fut le bennük az a fajta fájdalom, a gyász, az elengedés, ami segítene abba, hogy valami újra, új dologra rájöjjenek, akkor az a rendszer, ugyanaz a rendszer fog megint létrejönni, már előtte is ott volt. Például ennél a hölgynél is ez a szituáció volt tapasztalható, hogy a dacos kislány belázadt, és ugyanúgy összekerült ugyanazzal a férfival, akivel előtte is volt, és ugyanazt a rendszert folytatták tovább, mint előtte. Van egy film,
és mindig ilyen filmpéldákkal jövök, hogy szeretem a filmeket, főleg azokat, amiknek azért némi mondani valója is van. Arról szólt, hogy a falun, vagy valahol a városonnak a szélén élt egy fiatal szerelmes pár, ahol a férfi kitalálta azt, hogy ő bemegy a városba és megcsinálja a karrierjét, de azért az volt az alapvető terve ennek a szerelmes párnak, hát, hogy ők meg fognak házasodni, hogy nekik céljaik voltak egymással. És ott jött a csavar a dologban, hogy hát ennek a srácnak, aki beutazott a városban, még voltak olyan fajta elrendezetlen ügyei, hogy őt csábította a világ. Fiatal volt, ő sikert akart, ő pénzt akart, ő hatalmat akart, ő szerette volna azt, hogy megvalósítsa önmagát, a karrierjét. És ezeket még nyilván ő se vállalta fel magában, viszont a lány meg bízott abban, hogy el fogja venni ez a férfi őt feleségül. Bement a városba, és lényegében becsapta a lányt. És nem vette el feleségül, ott hagyta. A férfiből egy bróker lett, egy nagyon sikeres bróker, egy ilyen igazi menő arc. Bement az autószalomba, tudom én, 6-os BMW, legjobb öltönyök, full extrás, bombázó csajok, mindent megkapott, ami ilyen jellegű az életben, ami ilyen jellegű érték az életben. És egyszer csak érte egy furcsa élmény, nem akarom az egész filmet elmondani, érte egy furcsa élmény, ahol elkezdte megtapasztalni azt, hogy ő mit veszített el. Érte egy ilyen hatás az életben. És elkezdett neki ezt fájni, hogy ő mit veszített el. És a film arról szól, hogy az ők újra kezdik a kapcsolatokat, hát ez a lényegében a happy endje ennek az egész történetnek, hogy ők újra kezdik a kapcsolatokat a film végén, de úgy kezdik újra a kapcsolatokat, hogy először a férfi felismerte azt, hogy azzal, hogy ő ezt a nőt elveszítette, az neki mennyire fáj, hogy miről maradt le, hogy mi lehetett volna akkor, hogyha összeköti vele az életét. És erről szerzett egy valós tapasztalatot. És ilyen esetben tudom elképzelni azt, hogy egy kapcsolatot újra lehet kezdeni, hogy mondjuk ezt vissza lehet szerezni a másikat, bár mondom, ez a szó nem nagyon tetszik. Újra lehet kezdeni a másikkal, inkább akkor mondjuk ezt. Ha átélem ezeket a valós tapasztalatokat, mégpedig azért, mert a személyiség szerkezetem változik meg ilyen esetben, és ha a kettőnk személyiség szerkezete megváltozik, akkor egy új rendszer jön létre. És ha egy új rendszer jön létre, az már lehet, hogy jobban fog működni, mint ami előtte működött ahhoz képest. De most például ennél a nőnél, akiről én meséltem nektek a példát, hogy ugye ez volt, hogy ugyanúgy összejött utána a barátjával, és minden maradt a régi, ott ugyanaz a rendszer maradt a helyén, ami már előtte is funkcionált, és ezért nem volt értelme lényegében újra kezdeniük. Menjünk egy kicsit tovább. Vannak a gyásznak azért fázisai, ugye a klasszikus tagadás, harag, alkudozás, szomorúság és beletörődés, tehát nagyjából ezeket szokták a gyász fázisainak megnevezni. Nem akarok ebbe olyan nagy részletekbe belemenni, de mindannyian tapasztaltuk már például a tagadást is, hogy amikor elveszítünk valakit, akkor próbáljuk valahogy magunk számára azt az élményt nem megtörténté tenni. Próbáljuk magunk számára valahogy annak a létezését úgy beállítani, hogy ennek még nincs vége. Tehát ez még fel se fogjuk a sok miatt, hogy lényegében mi is történt. Ez valahol, ez tök normális. Hogyha levágják egy lábunkat, és egyből elkezdene fájni, mint az állat, hát az elég kellemetlen lenne. Az a sok, az a fajta, ez az állapot, erre szükség van. Ezt azért kell tudnod megélni, mert amikor elveszítesz egy másik embert, a te, az egész pszichés rendszered fel kell, hogy készüljön arra, hogy ezt az élményt feldolgozza. És föl kell készíteni a saját magát arra, hogy itt folyamatosan befogadjad te azokat az érzéseket, amik jönnek, és te ezeket rendezni tud magadba. Ha egyből így ilyen hideg zuhanyszerűen érne az egész, akkor nem sikerülne. Hát akkor ott maradnál, és szétfagyva, vagy a tűz égetnél, tehát nem működne. Aztán a harag is nyilván
Egy klasszikus érzés. A haragra miért van szükség? A haragra azért van szükség, mert amikor te egy másik embertől elszakadsz, akkor valahogy el is kell tőle távolodnod. Újra meg kell azt élned, hogy te egy szuverén ember vagy. Kiszakadtál abból az egységből, amit ti együtt képeztetek. És a harag az abban segít, ahhoz ad energiát, hogy ezt meg tud tenni. És ilyenkor van az, amikor rájössz, hogy például miben volt veled inkorrekt, miben volt veled szemét, mit követett el a te ellened, mi az, amit rosszul csinált, ami fájt neked. És ilyenkor ez azért szükséges, és azért nem szabad egy ilyen embernek azt mondani, meg a szemébe olvasni, hogy de te vállald a felelősséget, mert a te hibád is, hogy a kapcsolat ilyen lett, ez így van. De eznek az embernek most pont erre van szüksége, hogy egy kicsit távol tudjon menni. Hogy egyedül lehessen, hogy el tudjon távolodni a másik embertől. Aztán az alkudozásnak az egyik klasszikus formája lehet például az, amikor már összejön mondjuk az exed egy másik férfival, és akkor mondjuk elkezded neki bizonyogatni, hogy hidd el, minden más lesz, hagyd ott azt a hülyét, én most megmutatom neked, hogy ezt lehet másképp is csinálni. Megmutatom neked, hogy megváltoztam. Ez mind alkudozás. Amikor alkudozok, például van, aki ilyen vallásosabb emberekkel kezdenek az Istennel alkudozni. Hogy oké, figyelj, Uram, el fogok járni innentől kezdve minden héten misére, de add vissza ezt a csajt nekem. Valaki így alkudozik. Ez alkudozásnak nagyon sokféle formája lehet, meg nagyon sokféle formában tesszük ezt meg a hétköznapokban, de ez is a gyásznak a természetes része, ami hozzátartozik. És ezt követi általában egy ilyen nagyon depresszív, egy nagyon letört állapot, amikor szükségünk van arra, hogy egyedül legyünk. Szükségünk van arra, hogy egy kicsit sajnáltassuk magunkat, szükségünk van arra, hogy egy kicsit magunkba zuhanjunk, hogy megéljük azt, hogy csönd van. Egyedül vagyok, elengedtem valakit, és most nem történik semmi. Mennyire csönd van egyébként a teremben most, érdekes. És ezután szokott eljönni az a pillanat, amikor valaki beletörődik, és elfogadja, hogy hát igen, ez van. Hát ez egy folyamat. Elindulunk onnan, hogy tagadás, mutatom, nem. Tehát valami ilyesmi állapotból, ez az érzelmi állapot, ott próbálom nektek bemutatni megint ilyen mozdulatokkal és gesztikulációkkal, hogy nem, nem, nem. Nagyjából ezt éljük meg. Utána jön a harag, hogy ez az állapot, amikor rájövök, hogy ő milyen volt. Aztán jön az alkudozás, hogy mutatom neked, létszik ezt újra. Ez körülbelül egy ilyen állapot. Meggyőzlek, magamat is meggyőzöm, mindenkivel alkudozok, aki csak létezik, hogy hogyan lehetne ezt másképp csinálni. Ez jön a szomorúság, hát ezt... Ez körülbelül ez, amikor otthon ülsz, magadba vagy zuhanva, le vagy hangolva, nincs életkedved, és a legvégé jön az, hogy... Jó, rendben, és utána történik meg általában az elengedés, hogyha te végigjutsz ezen. Na de most itt jön a gond. De hogyan kapcsolódik ez a hogyan szerezd vissza a partnered témához? Hát úgy, hogy nagyon sokan nem tudnak végigmenni ezen a folyamaton. Berekednek egyszerűen egy pontnál. Nagyon sokan már az elején belerekednek ebbe a folyamatba. Érdekes volt, mert én például írtam már ilyen szakítós levelet nőnek, ebből majd így fogok a fejemből idézgetni, gondoltam, hogy elhozom nektek. Azért nem döntöttem úgy, hogy nem hozom el ezt a levelet, mert ez egy annyira intim írás a részemről, hogy azt gondolom, hogy ha én ezt kibeszélem és így előadom, hogy én mit írtam, azzal megölöm ennek az intim értékét, amit az életembe képvisel. Nincs benne semmi olyan, ami rejtegetni való egyébként, mert amit leírtam, abba hiszek, mert szerintem igaz is, meg működött is abban a helyzetben nekem azok a dolgok, amik abban benne voltak. Úgyhogy ehelyett inkább úgy döntöttem, hogy fogok belőle így felhozni részleteket, gondolatokat, hogy mikről beszéltem ott, és ezeket megosztom majd veletek is ebbe a formába. Tömören a lényeg annyi volt, egy távkapcsolatról volt szó, ahol elveszítettem egy partneremet, és mikor vége szakadt ennek a viszonynak, én ezt a partneremet nagyon hosszú ideig egyszerűen nem tudtam elengedni. Nem tudtam mit tenni, és ültem, és folyamatosan gondolkodtam rajta, bizonyítani akartam neki, hogy de, megpróbálhatjuk újra, ostoroztam magamat,
volt, hogy őt is ostoroztam, hogy milyen szemét, és valahogy ezek között az állapotok között így billegtem jobbra-balra. És ezt nem tudtam túljutni rajta. És az, úgy döntöttem, hogy azt fogom csinálni, hogy megkérem, hogy találkozzunk, és hogy találkozunk, annyi fajta érzés meg állapot keringett bennem, hogy ezt leírtam egy levélbe, mint egy fiktív levelet én neki írnék. És ezt összefogalmazta a magamnak, kb. 2-3 oldalas levelet kell elképzelni, és azt kérdeztem tőle, hogy megtisztelne annyival, hogy meghallgatja. És azt mondta, hogy persze. Most, hogy miért nem szóban mondtam el, ennek az volt az oka, hogy nagyon sok gondolat volt benne, és hogy féltem attól, hogy elfelejtek valamit, ami fontos. És azért inkább leírtam, viszont azért nem levélbe küldtem el, mert azt meg nem éreztem elég bátornak. Tehát most egy levelet bárki el tud küldeni, meg tudja nyomni az e-mailnél a send gombot, a szevasz, vagy föladja postán. Tehát ez nagyon nagy bátorságra nincs szükség. Úgyhogy összekombináltam a két megoldási alternatívát, és személyesen olvastam fel neki azt a fiktív levelet, amit neki írtam. És az volt a tapasztalatom, hogy a végén, amikor felnéztem ebből, ő sírt. És ez a sírás, ez nem azt jelentette a részéről, hogy ő most rájött, hogy én vagyok álmai férfia, és mint egy nagy brazil filmsorozatban, beindult a kis cucc. Na, tehát nem úgy, mint egy nagy brazil filmsorozatban ő most megvilágosodott, hogy Lázár Gergely, szeretlek. Tehát nem ez volt, ami történt, hanem az történt vele, hogy megkönnyebbült. Hát olyan dolgok lettek kimondva, amik benne is ott voltak velem kapcsolatban, és ez hozta neki ezt a megkönnyebbülést, hogy utána már én is el tudtam engedni. És például ez a levelem, ez úgy kezdődött, hogy leírtam neki azt, hogy úgy érzem, hogy nem tudlak elengedni, mert haragszom magamra. Így indult a levél. Ez volt az első mondata, erre emlékszem. És itt egy nagyon fontos összefüggés van. Amikor nem tudunk valakit például elengedni, és ennek hatására a személyiségünk se tud fejlődni, általában az egyik oldalának pontosan ez, hogy bennünk van az a borzalmasan nagy kérdőjel, hogy mi lett volna, ha azt a valamit máshogy csinálom. És ez mit kelt bennünk? Azt, hogy te hogy lehettél ilyen hülye? Hát ezt miért nem így csináltad? Hát ha most tudod tiszta fejjel, hogy akkor és ott, abban a szituációban mit kell mondani, akkor miért nem azt mondtad, te barom? Hát ez játszódik le bennünk. Látom, itt van, aki bólogat. Úgyhogy akinek már volt kapcsolata, az tudja. Nekem volt már egy pár, azért merek erről így beszélni, mert ezek szintén ilyenfajta megélt tapasztalatok. Hát hogy ez van bennünk ilyenkor. És ez a mondat itt kifejezte azt, hogy itt nem arról van szó, hogy rád haragszom, hogy te hülye picsa, hanem itt arról van szó, hogy magamra haragszom azért, mert egy csomó helyzetben rájöttem, hogy másképp is csinálhattam volna. Mi itt az alapkonklúzió? Az az alapkonklúzió, hogy lehetett volna másképp csinálni, de nem tudtam másképp csinálni. Minden ember, aki bármilyen hibát elkövet, bűnt elkövet, rosszat tesz, az mindig azért csinálja ezt, azért követi el, mert ott és akkor ennyit tud. Mivel a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve, ennek a közmondásnak van egy ilyen tartalma, hogy minden cselekedett szándék a szubjektíven pozitív. Tehát bármit teszel, még az is, hogyha valami nagyon gonosz, nagyon önző dolgot követsz el a másikkal szemben, az arról szól, hogy te ott és akkor annyit tudtál, és kész. Nincsen olyan cselekedet a világon, olyan viselkedés, aminek a szándéka szubjektíven negatív lenne. Valahol annyit tudtál. Azt mondom, nem azt jelenti, hogy nem lehetett volna többet, tehát ebből következik még valami, hogy a felelősség ettől függetlenül téged terhel. És a felelősség pedig azt jelenti, az soha nem azt jelenti, hogy te mit csináltál, hanem hogy ez milyen következményeket okozott. És ha azt a következményt okozta, hogy a másik a te életedből kiszakadt, akkor ez a felelősség téged terhel, hogy a másik a te életedből is, téged is terhel, majd erre is ki fogok térni.
Szóval itt volt egy érdekes pontja már a levélnek, hogy ezen túljutni. Mert nem csak amikor te elengedsz valakit, és elkezdesz végigmenni ezen a fázison, akkor nem csak azt kell látnod, hogy te milyen hibát követted, és te mekkora egy oltári nagy barom vagy, hanem meg kell tudni együtt, meg kell tanulni együtt érezni magaddal. Ebben a levélben, amit írtam, visszaolvastam, pont tegnap olvastam el, hogy azért legyen valami képem, hogy miről fogok itt ma beszélni, és volt egy tapasztalatom ezzel kapcsolatban, még pedig az, hogy nagyon sok dolog, amit leírtam, az mindig az volt és őszinte. Viszont olyan szinten nem éreztem magammal ott és akkor együtt, amikor ezt leírtam, hogy úgy nézett ki az egész levélnek, most egy rövid, ilyen tömör képletet kéne adnom arról, hogy miről szólt a levélket, körülbelül arról szólt, hogy te oké vagy, de én nem. Tehát mindent elrontottam el. Ez is egyébként a gyásznak az egyik fázisa nyilvánvalóan. Ez is oda tartozik, amikor te ezt éled meg, hogy mindenért én vagyok a hibás, hülye vagyok, béna vagyok, szerencsétlen vagyok, és már felfogtad, hogy valóban ennek vége. Ez általában inkább a szomorúság környékére szokott tevődni, mint fázis. A lényeg az ez, hogy meg kell tanulni magaddal együtt érezni. Azért, mert olyankor fogod levonni azokat a tapasztalatokat, amik szükségesek. Na most, itt van az is, hogy vége van a kapcsolatnak, tegyük fel. És levontál egy csomó konklúziót, hol voltál konfliktuskerülő, ebben a levélben ilyenek voltak. Hol voltam türelmetlen, hol voltam konfliktuskerülő, hol voltam mondjuk önzően viselkedő a másikkal szemben, hol nem tudtam magam elfogadni, és hol játszottam meg azt, amilyen valójában nem vagyok. Tehát ezek mind fel voltak sorolva. De még mindig ott van a baromi nagy kérdés, hogy ha tegyük fel, végigjutsz ezen a folyamaton, meg mondjuk a másik is végigjut, fejlődik a személyiségetek, újra találkoztok, akkor mindig van egy nagyon nagy kérdés, hogy érdemes-e újra kezdeni, vagy újra összejönni. Az a nagyon nagy kérdés meg arról szól, hogy tudtok-e még feltétel nélkül bízni egymásban. Mondok erre egy sztorit. Van egy barátom, hát most már nem az, volt egy barátom, és ez a barátom, azt érdemes tudni, hogy kollégiumi idők alatt ismerkedtünk meg, és ő olyan típusú személyiség, aki mindig úgy nagyon jól tudja, hogy hol, hogy érdemes viselkedni. Ezzel kapcsolatos az is, hogy viszont amikor tudja azt is, hogy hol érheti vereség, ott általában kerüli a konfliktust, a konfrontációt. És azt csinálta meg, hogy 2010 fele találkoztunk, hogy neki pénzre lenne szüksége. És adtam neki kölcsönpénzt, 20 000 forintot, és az a lényeg, hogy megbeszéltük, hogy mikorra hozza. És nem hozta arra a határidőre, és én felhívtam, jeleztem neki, találkozunk, és ő folyamatosan tologatta, hevelt havat össze-vissza, meg az időpontot is jobbra-balra csúsztatta, és nem lett volna semmi baj, hogyha ő elmondja, hogy figyelj ide, Geri, nem, nincs pénzem, nem tudom megadni. Nem tudom megadni, mert akkor ki a felelős azért, hogy ezt a pénzt odaadta? Én. Én vagyok a felelős, én hoztam meg azt a döntést, aminek az lett a következménye, hogy ő nem adja meg a pénzem. És ez az én felelősségem volt, lett volna látni, hogy ő egy ilyen ember, akkor jelenleg, hogy ő valószínűleg nem fogja megadni a pénzem. Ez az én emberismereti hiányosságom volt, vagy a naivitásom. Ez inkább önismereti hiányosság, ha naivitásról beszélünk. De nem ezzel volt a baj, hanem azzal, hogy becsapott. Azzal, hogy eltitkolta, és hogy hülyének nézett. És eljátszotta a bizalmamat. És bocsánatot kért ezután fél évvel, de nem tudtam már a barátomnak tekinteni. Hát van valami, ami ha egyszer megtörik, lehet, hogy utána már nem fog működni. Vannak olyan kapcsolatok, amikor két ember összejön, nekem is volt már ilyen most, és mondjuk rövid ideig randiznak, de mondjuk tegyük fel, nem olyan érettek még, hogy ebből párkapcsolat legyen, és akkor mondjuk a nő érzi, hogy a férfi bizonytalankodik magába, és akkor már nem megy el a randira, lekoptatja mondjuk egy-két hónap járás után.
Hogyha ilyen szempontból történik változás a személyiségben, mondjuk a férfinél, mondjuk, hogy érettebb lesz, és mondjuk később újra összejönnek, talán elképzelhető, hogy ott ez a fajta bizalom megmarad, ha mondjuk korrekt a nő. De például most, amit mondok, mert baráti kapcsolatnál is ugyanúgy létezik ez a feltétel nélküli bizalom, ez nem volt már meg. És én nem tudtam őt a barátomnak tartani onnantól kezdve. Nem ment. Az élet nagyon sok dolgot csak egyszer ad. És nagyon sok barátságnál is az a helyzet, hogy egyszer adja. És ha akkor nem tudod úgy kezelni, ahogy azt érdemes, akkor nem fogod még egyszer megkapni. És ott ennek például vége volt. Igen? Párkapcsolatnál mi lehet az, ami ennyire megtöri, hogy... Szerintem például lehet akár a megcsalás is lehet ilyen, de például az is, amikor ezek a kisebb játszmák, például amiről az előbb beszéltem, így elkezdenek felhalmozódni, és gyűlnek, és már annyi a hazugság, hogy előbb-utóbb eljut az egyik ember arra a pontra, hogy hazajön a másik, és már röhög, amikor ő előadja a kis sztoriát. Van, aki, biztos ti is ismertek ilyen típusú embert, aki ez a kamus. És a kamus emberekkel kapcsolatban ránéztek, és azt mondjátok, hogy jó, hagyjuk már. Tehát így röhögtök rajta. Vannak ilyen típusú személyiségű emberek, sajnos. És hogy például, amikor ez egy kapcsolaton belül kialakul, hogy az egyik már így áll a másikhoz, na, ott már baj van. Ott már baj van, és ez is lehet az, hogy később már nem hiszem el, amit mondasz. Még akkor sem, ha megváltoztál. És ez baj. Aztán itt van megint egy dolog, hogy ebben a levélben, amit én írtam ennek a lánynak, az is ott volt, hogy én úgy állítottam be saját magamat, hogy mindenről én tehetek, mindenről. És ezzel kapcsolatban volt például a tapasztalatom 2009-ből is, ahol mondjuk volt egy olyan szakításom, ahol én mindenáron próbáltam az elvesztett csajjal helyrehozni a dolgokat, találkozni vele, beszéljük meg. Akkor ő ebben nem akart belemenni, ő egy ilyen gazdasági szakon tanuló hölgy volt, ebben nem akart belemenni, akkor próbáltam azt, hogy jó, akkor nem kell újra összenni, de akkor legalább annyira üljünk már le, hogy elmondhassam azokat a dolgokat, azokat az állapotokat, érzéseket, meg gondolatokat, amik bennem maradtak, mert nem szeretném cipelni. Nem ráönteni akarom, csak szeretném, ha meghallgatni, és így zárnak le. És őt nem érdekelte ez se. És utána ezért megint magamat okoltam, hogy biztos, én vagyok túl önző, hogy túl sokat kérek. És rájöttem, hogy ez nem igaz. Azért nem igaz, mert nincsen olyan egy kapcsolatban, amikor te valakit elveszítesz, hogy arról csak te tehetsz. Minden egyes dolog, amit te okozol a másiknak, de az is, amit ő okoz neked, az közös felelősségnek számít. Közös felelősségnek. Hogyha én kiábrándulok belőled, mert te úgy viselkedsz, mint egy 5 éves, az az én felelősségem is, mert én jöttem veled össze. De hogyha te megcsalsz engem, és én ezért magamtól eldöklek, az megint az én felelősségem, mert én nem vettem észre a jeleket, hogy te meg fogsz csalni. Ha én megcsallak téged, az az én felelősségem, mert én nem mondtam el, hogy miért nem vonzódok már úgy hozzád, mint régen. Tehát közös felelősség, bármi, ami történik egy kapcsolatban, amit egymással csinálunk, az közös felelősség. És az az ő felelőssége is lett volna, hogyha látja azt, hogy idáig eljutottunk, akkor ő méltó módon zárja le velem. És nem az önzése irányítja, a kényelme, hogy ő úgy látta, hogy igazából neki már haszna nem származik ebből a kapcsolatból, mert már úgyis kiábrándult belőlem, meg már nem szerelmes belém, meg már elkönyvelt valamilyennek, és neki ebből már nincs haszna, éppen ezért, hát akkor minek találkozzak az élet, minek találkozzon velem. És akkor erre eljöttem először, haragudtam is rá. És utána történt még egy lépcső, amikor azt mondtam, hogy okay, de nekem meg kell tolnom azt is tiszteletbe tartani, hogy ő azt mondja, hogy én ezt a közös felelősséget nem vállalom magamra. Mert ő lényegében ezt a fajta közös mi kapcsolati felelősségünket nem vitte. Úgy látta, hogy mivel még nem jártunk hosszú ideig együtt, őt ez a felelősség még nem terheli. Ez nem igaz. Bármikor, amikor te kapcsolatba lépsz egy másik emberrel, és köztetek már kialakul egy oda-vissza adás, egy folyamat, te már valamennyi felelősséget tartozol a másik iránt.
Viszont azt meg kell tanulnod elfogadni, hogy vannak olyan emberek, akik nem valamikor úgy döntenek, sokszor a saját emberi gyarlóságukból kifolyólag, hogy ők ezt nem fogják vállalni, ezt a felelősséget. De innentől ez meg a te felelősséged már, hogy ezt észrevedd. Mert ha nem vezed észre, akkor megmaradnak benned az elvárások, amit rá fogsz kivetíteni, amit miatt dühös leszel, ami miatt csalódni fogsz, ami miatt kialakulhatnak korlátozó hiedelmeid, például, hogy mindenő egy köcsög manc, akár, mert ezek ilyenekből fakadnak, például a tipikus nő utáló pasiknak is, akik ezt megélik, hogy például megtapasztalják, hogy sokszor becsapják, és ott maradnak bennük azok az elvárások, hogy a nő korrekt lehetett volna, de nem volt az. Tehát a nő nem vitte ezt a közös felelősséget, becsapták őket, és kialakult bennük egy korlátozó hiedelem, hogy minden nő egy köcsög. Át fog verni, nem fogok velük kedves lenni, mert úgyis csak bántani fognak. És valahol ez érthető, de ott a te saját felelősséged is, hogy észrevedd az, hogy ő nem akarja ezt a felelősséget felvenni. Ez már a te részed. Miért fontos ez még mindig? Azért fontos ez, mert az újrakezdéshez, hogy te újra összejöjjél valakivel, hogy újra megpróbálj egy kapcsolatot, az csak úgy működik, ha megvan az a fajta közös felelősség tudatotok még mindig, ami a kapcsolatotok végét is jellemezte. Lehetséges, hogy ti nagy indulatokkal váltatok el. Lehetséges, hogy akkor az érzelmi bevonódás miatt nem tudtatok már olyan mértékben helytállni, és ott lenni, és egyenesen kezelni a helyzeteket. De a felelősségtudat nem is ezt jelenti. Mert én lehetek úgy nagyon dühös rád, hogy közben tudom, hogy a mi kapcsolatunkért közösen vállaljuk a felelősséget. De én most nagyon dühös vagyok rád, vagy magamra. De lehetek úgy is nagyon dühös rád, hogy azt mondom, hogy nem, ez nem az én ügyem. Ez nagyon nagy különbség. És közös felelősség tudat nélkül, ha ez nincs meg, nem lehet újrakezdeni egy kapcsolatot. Nincs értelme. És ezt lehet látni a másik emberen, hogy ő ezt hogyan kezeli. Aztán ebben a levélben például, ami egy természetes része annak, hogy te valakit elengedsz, hogy elveszíted. Én nagyon sok minősítő jelzőt mondtam magamra, ilyeneket írtam, hogy gyáva voltam, hogy önző voltam, hogy türelmetlen voltam, de csomó ilyet. És ezt mondtam az előbb, hogy itt azt is megtapasztaltam, hogy ez mindig az abban a formában, hogy én ezt csináltam. De mivel soha nem egyenlő egy ember azzal, ahogy viselkedik, arra is rájöttem, hogy semmi együttérzés nem volt bennem, amikor én ezt a szakítós levelet leírtam. Tehát olyan volt, mint egy kisgyerek, aki bizonyítani akar egy felnőttnek, hogy ő mindent elrontott. És elkezdtem gondolkodni, hogy ezt nem lehet rámondani valakire, hogy ő türelmetlen volt. Ha te minősíted magad, akkor nem fogsz tanulni, nem fogsz fejlődni. Abból te nem fogsz fejlődni, hogy mondjuk ide kijössz, tegyük fel, feltárjuk azt, hogy te mit rontottál el a kapcsolatotokba, és azt mondom, hogy te gyáva voltál, vagy gyáva vagy. Ebből te nem fogsz tanulni, hanem maximum annyit fogok elérni nálad, hogy ha én dominánsabb vagyok, mint te, ebben a helyzetben, hogy téged itt leoltalak, akkor benned elültetek egy megfelelési kényszert, hogy a jövőben, mikor te hasonló szituációba kerülsz, úgy csináld majd, ahogy én mondtam neked. De ez nem arról szól, hogy te rájöttél arra, hogy ez úgy nem volt helyes. Az, hogy te gyáván viselkedtél, ebből már el lehet indulni. Mert egyrészt a felelősségtudatodat is fel tudod vállalni, mit szúrtál el, már csak azért is, mert hát a gyáván viselkedés az lényegében arról szól, vagy nem arról szól, hogy van valaki, aki egy utolsó kis féreg, és csak hátulról meri intézni az ügyeit. Arról szól, hogy azt az embert, aki nagyon gyáván viselkedik, rengetegszer traumatizálták, és tele van félelmekkel. És nem mer szemtől szemben veled leülni és elintézni egy helyzetet. És ettől függetlenül őt nem mentesíti ez attól, amit csinál. De meg lehet érteni, hogy ő miért ilyen. És amikor te úgy gondolsz magadra, hogy egyrészt látod, hogy mit tettél, mit okozott, de együtt is tudsz érezni a saját helyzeteddel, hogy te miért csináltad ezeket, abból fogsz a legtöbbet tanulni. Mert egyrészt nem csak azt tanulod meg, hogy mit érdemes másképp csinálnod legközelebb, hanem megtanulod elfogadni magadat olyannak, amilyen vagy. Hogy hiányosságaid vannak, hogy sérült vagy, hogy problémáid vannak,
hogy nem vagy tökéletes. És például ebben a levélben, amit én írtam ennek a lánynak, ez hiányzott. Én nagyon ilyen mazohista módon beszéltem magamról, hogy én ezt rontottam el, itt voltam gyáva, itt voltam önző, stb. És ami amúgy igaz volt, mint amit leírtam benne, csak nem volt benne semmi együttérzés. Tehát ez is nagyon fontos. Aztán például az, hogy türelmetlen, tehát nyilván a türelmetlenség, nálunk például ez volt egy ilyen szakítási ok ezzel a nővel. Türelmetlenség. Hát ezt se lehet rámondani egy emberre. Hát a türelmetlenség az abból fakad, hogy te valamikor azt tanultad meg, hogy te neked a szükségleteidre hosszú távon, vagy te a szükségleteidre hosszú távon nem bízhatsz abba, hogy választ fogsz kapni. Tehát valószínűleg, aki türelmetlenül viselkedik egy kapcsolatban nagyon, annak van egyfajta kötődési problémája, mert nem bízik abba, hogy hosszú távon kielégítő választ fog kapni a szükségleteire. Tehát ezt se lehet rámondani egy emberre, hogy te türelmetlen vagy. Azt én mondhatom rá, hogy türelmetlenül viselkedtél, ennek kezdett a következménye, de fogadd el magadat, hogy te ezért csináltad. És tudnod kell magadról úgy beszélni, hogy megértsed ezt a gyermeki oldaladat, hogy te ilyen vagy. Vagy hogyha gyáva vagy, egy gyáva embernek, megint visszatérve még egy gondolatra, például egy gyáván viselkedő embernek megint nem az segít, hogyha a szemébe beolvasnak, hogy te idióta, te aljasférek, hanem egy gyáván viselkedő embernek az segít, ha valaki oda megy hozzá, és azt mondja neki, hogy ne félj. Annak ez segít. De itt ez nagyon nagy kérdés, hogy ez a gyáván viselkedő ember ezt vállalja, ezt a felelősséget, ez már a bátorságnak a része, hogy ő igen, itt fél. Egy jobb önismereti nő mondjuk ezt észreveheti, akinek nincs annyi, az lehet, hogy nem fogja. És minden ilyen minősítő jelzőt, amit ti mondtok magatokra, amikor elveszítetek egy partnert, ezeket mindig gondoljátok át. Mert ti nem azért csináltátok vele azt, amit csináltatok, mert ti olyanok vagytok, hanem mert annyi sikerült. És amikor ti vállaljátok először is a felelősséget azokért, amiket elkövettetek, gondoljátok át, ha egyedül nem megy és nem jöttök rá, akkor kérjetek segítséget, hogy megértsétek, hogy mitől voltatok olyanok. Mert ez az önelfogadásnak a része. És az elengedéshez is hozzátartozik. Mert hogyha én csak azt látom, hogy én ezt is elrontottam, ezért is én felelek, azért is hülye voltam, akkor lehet, hogy a másikra már nem fogok hajtani, hogy visszaszerezzem, de ugyanolyan szarul fogom érezni saját magamat, mert az marad bennem, hogy ez az egész kapcsolat, ez egy csőd, és ez az én kudarcom, ami nem igaz, mert nem csak a tied. Ez is egy fontos gondolat. Aztán, mi még egy fontos gondolat? Sajnos nincsen túl sok időm, hogy erről a témáról hosszasabban beszélgessek, de képzeljétek el egy olyan színészt például, aki kimegy a színpadra, és eljátszik egy olyan szerepet, ahol ő például borzalmasan önző karakterként viselkedik, és utána, előadás után te bemész a színfalak mögé, és beszélgetsz erről, hogy ő amikor megtanulta a szerepet, akkor megértette azt, hogy az a karakter az mitől olyan, amilyen. Például, hogyha gondolkodtok, láttatok a Gladiátor biztos, volt benne a Commodus császár. Hát a Commodus császárnak, aki játszott a Joaquin Phoenix, nem tudom, így kell ejteni a nevét, hát ő neki van egy nagyon mély hiánya. Az, hogy őt az apja soha nem ismerte el. Soha nem szerette, soha nem mondta azt, hogy fiam, hiszek benned, ügyes vagy, jól csináltad. Ez egy borzasztó nagy hiány. És ebből fakad az önző viselkedése. És látjuk, hogy mit tesz, de például ő sem tudna meggyógyulni akkor, ha mondjuk a film úgy alakulna, ha valaki szembesíteni azzal, hogy ő milyen. Hanem csak úgy tudna, hogyha elismerni és megérteni, hogy igen, mi hiányzott neki valójában. Miért volt ez így mind fontos, amit így most elmondtam? Azért volt fontos, mert először is, hogy ti egy másik embert úgymond újra megszerezzetek, vagy újra kapcsolatba lépjetek vele, nagyon fontos tudni őt elengedni. Nagyon fontos először látni, hogy végig kell menni ezen a gyász folyamaton. Nagyon fontos az, hogy letisztáztatok magatokból, hogy pontosan mit miért tettetek, mi miért történt. És nagyon fontos az is, hogy ennek során ne csak azt tanuljátok meg, hogy mit kell legközelebb másképp csinálni, hanem azt is, hogy miért voltatok olyanok, amilyenek.
Mert hogyha ez mind sikerül, akkor a ti személyiségetek fejlődni fog. És itt van a kérdés, hogy szerintem ebben az egy esetben érdemes egy kapcsolatot újrakezdeni, amikor a ti személyiségetek fejlődött, megmaradt ez a fajta feltétel nélküli bizalom is még valamennyire, tehát tegyük fel, hogy nem ment annyira tönkre, bár ez nagyon ritka. Azért nem mondom, hogy nincs ilyen, mert lehet, hogy van. Én ezt nem jelenthetem így ki, hogy nincs ilyen. Lehet, hogy valamikor sikerül újrakezdeni. És ez a feltétel nélküli bizalom is valamennyire megmaradt, és utána a két ember újra találkozik. Na most van egy érdekes dolog. Lényegében ott nem azt a kapcsolatot kezdette már újra, amit egyszer abba hagyta. Ez már egy új kapcsolat. És az is lehet, hogy mikor a te személyiséged átment ezen a folyamaton, már nem is fogod azt a fajta vágyat érezni a másik iránt, hogy vele te újra találkozni akarsz. Miért? Azért, mert tegyük fel, mondjuk, hogy beszéltem erről, hogy türelmetlenség, ez is szerepelt a levelemben, hogy én ezt is leírtam a lánynak, hogy türelmetlen voltam. És a türelmetlenség valójában ugye beszéltünk, hogy sokszor arról szól, hogy valaki mondjuk azért szorong legbelül, és azért válik türelmetlenné, mert bizonytalanná válik abba, hogy az ő szükségleteit hosszú távon kielégítik. Na, de ha ezt valaki felismeri, és ezt a úgymond sérült gyereket ezt magában megtanulja megnyugtatni, és nem úgy bánik magával, mint egy állat, akit ilyenkor még meg is rúgdossa ő magát, hogy mekkora egy hülye vagy, mert megint ilyen türelmetlen, agresszív bódon viselkedsz, hanem meg tudja elfogadni, önmaga is megnyugtatni, akkor nem kell már a másik arra, hogy ő nyugtasson meg. Mert valójában a szerelem egy csomószor mindig pontosan arról szól, hogy ezekre a tudattalan vágyainkra, szükségleteinkre választ kapunk. És mi azt gondoljuk, hogy ez a szerelem. De ezzel nincsen baj. Ez egy tök jó állapot. Csak ezt mondom, hogy lehetséges, hogy a másik már azért nem lesz nekem olyan vonzó, már azért nem leszek bele szerelmes, mert én ezt már tudom magamval is csinálni. Ha magamat is meg tudom nyugtatni. És ezért már, amit lehet, hogy benne, ővele kapcsolatban azért éreztem azt, hogy szerelmes vagyok, vagy azért hittem azt, hogy szerelmes vagyok, mert hogy ő tőle ezt megkaptam, amit előtte nem. Tehát itt egy olyan nagyon érdekes dolog áll be, mert ugye fejlődtél ebben is, ha tényleg jól mentél végig a folyamaton, meg a másik is fejlődött, és fölmerül a kérdés bennetek, hogy ez már ugyanaz a kapcsolat-e, lesz-e, hogyha ti újra megpróbáljátok. És általában nem ugyanaz a kapcsolat, sőt, soha nem ugyanaz a kapcsolat lesz. Lehetséges az, hogy viszont maradtak köztetek olyan kapcsolódási pontok, amik egyébként önmagában jól működnek együtt, és akkor érdemes megpróbálni újra. Érdemes megpróbálni újra belemenni egy ilyen helyzetbe. De amit fontos talán megtanulni, és talán ez a végkonklúziója ennek az egész előadásnak, aztán hagylak majd benneteket kérdezni, hogy amikor ti egy nővel újra akartok kezdeni valamit, akkor ne felejtsétek el azt sose, hogy visszaszerezni nem tudtok senkit egyrészt, mert nem volt a birtokotok. Másrészt, hogyha újra működne bármi köztetek, az is csak úgy lehetséges, vagy úgy van értelme, inkább én ezt mondanám, bármi értelme is, hogy ti azt újra megpróbáljátok, hogyha először is ti a saját utatokon végigviszitek azt a folyamatot, ami szükséges ahhoz, hogy őt el tudjátok engedni. És ezt ő is meg tudja tenni. És azért nem szoktak működni általában ezek az újra melegített levesek. Mert a két emberből nagyon ritka az, hogy mind a kettő végigmegy a saját maga útján, amíg elengedi a másikat. Mind a kettőnek marad olyan fajta kapcsolódási pontja a másikhoz, ami miatt még úgy érzi, hogy érdemes vele újra kezdenie, és megmarad akár még az a feltétlen bizalom is, ami szükséges ahhoz, hogy ők újra együtt legyenek. Ez nagyon ritka, hogy mind a három feltétel működjön. Úgyhogy inkább tudnám itt tanácsnak mondani így a végére, hogy azt is fontos lenne megtanulni tiszteletbe tartani, hogy minden egyes kapcsolatotok, amit megéltek az életben, az arról szól, hogy ti abból valamit tudjatok tanulni. Mert lehet ilyen önzően is felfogni, nem is önzően, de önérdek szempontjából. Valamit abból ti tudtok tanulni.
így is lehet látni. És amikor ti ezt a tapasztalatot megszerzitek, az a tapasztalat arra az időre szól. Addig vagytok együtt egy, ezt Popper Péter mondta így, hogy egy kapcsolat addig tart, amíg, hogy nem tudom, közös utat járnak, vagy egy az útjuk. De amikor eljutnak egy elágazáshoz, hogy a kettőjük másfele kell menniük, akkor ott még annak a kapcsolatnak. És az a tapasztalat az arra az időszakra szólt. És hogyha ezeket a tapasztalatokat mind ti be tudjátok építeni a személyiségetekbe harmonikusan, akkor ezáltal ti fejlődtök. Ezáltal több önbizalomra, több önbecsülésre, elsősorban nem önbizalomra, itt nem az önbizalomról van szó, inkább hanem az önbecsülésről van szó, több önbecsülésre tudtok szert tenni, és a későbbi, mondjuk így, kapcsolataitokban már sokkal inkább tisztában lesztek az, hogy mi fog történni. Úgyhogy, hát hogyan szerezzük vissza a másikat? Erre ilyen fix tanács mai napig nincsen, vagyis van, csak ezt manipulációnak hívják. Lehet egyébként. Tehát, hogy pontosan akkor, hogyha valaki sok játszmában él, és elveszít egy csajt, akkor meg lehet azt tenni, hogy különböző manipulációs módszerekkel én visszacsábítom. Például a kokáért, tegyük fel, hogy szakítunk éppen, és én azt mutatom felé, nézzétek csak, éppen buliba vagyok, vagy nézd csak, éppen buliba vagyok, kiposztolom a Facebookra a képet, ahol két csajjal vagyok lefotózva. Ez manipuláció. Hogy ő lássa azt, hogy fúha, ezt vesztettem én el. Sajnos az a baj, hogyha erre építjük viszont azt, hogy mi újra megpróbáljuk, annak az eredménye még nagyobb káosz lesz. Mert ezek a fajta kis foltozások lényegében olyanok, mint amikor van egy ilyen kis építmény, ami folyamatosan elkezd egy futóhomokba így belesüllyedni, és így jobbra-balra reped, jobbra-balra dől, és akkor én próbálom még az oldalán egy kicsit kitámasztani egy, mondjuk egy ilyen hosszú vasdoronggal, hogy ne boruljon már le. Tehát ez körülbelül ennyit segít. És viszont nagyon sokan ebben élnek. Úgyhogy ez egy, mondhatjuk azt is, hogy ez egy lehetőség a részletekre. Hogyha bármelyik kötökben még merengenek ilyen kérdések, hogy volt olyan valaki az életetekben, akit szerettetek nagyon, és a mai napig ezen jár az eszetek, hogy vajon milyen lenne újrakezdeni, hogy nem tudjátok elengedni, hogy még mindig a fejetekben van, hogy még esténként, vagy akár amikor más nővel vagytok, akkor még mindig ő jár az eszetekbe, akkor ne felejtsétek el ezeket a mondatokat, hogy egyrészt, hogy mikor érdemes újra megpróbálni, másrészt meg azt, hogyha ti tényleg úgy döntötök, hogy szeretnétek megtudni azt, hogy érdemes újra megpróbálni, akkor először is el kell egy munkát végeznetek magatokkal kapcsolatban, és utána fogtok választ kapni erre a kérdésetekre. Köszönöm a figyelmet, ennyi volt. És akkor, ha esetleg van kérdésetek ezzel kapcsolatban, témával kapcsolatban, hát nem tudom, mennyi időnk van, megnézem. Mondjuk egy 11:59, mondjuk egy 3 kérdés belefér. Jó? Ezt emelhetek, ha bármi kérdésetek van. Na? És látom, hogy nagyon megviselt benneteket ez a téma. Direkt osztottam fel így, mert igen? Nekem az előző előadásodhoz lenne kérdésem. Na. Mert én is vagyok, most egy folyamatot még bevettem, úgyhogy hiszem, hogy sikeresen lezártam. Az előző előadásodban volt ilyen téma, hogy amikor mondjuk valaki megsértett, és én azt mondom, hogy hát ilyen te megsértettél engem. Szóval ne azt mondjam, hogy megsértettem, hanem azt, hogy megsértettél engem. Hát igen. Úgyhogy mondjuk tegyük fel, hogy visszakérdez, hogy de ez téged miért sértett meg, hogy ki akar ebből úgy lépni, hogy ő e tekintetben nem felelős, nem rám akarja hárítani, hogy én vagyok a hibás, hogy ilyen mimóza lelkű vagyok, vagy tudod, érted? Ja, értem, igen. Hogy saját felelősségét ugye nem ismeri. És akkor mit lehet csinálni ilyenkor? Igen, hogy mindenki rámárítja ezt, akár egy ilyen magolásnál, vagy akár egy ilyen
Hát szerintem, hát amiről az előző előadás szólt, én direkt osztottam két fele a mostani programot. Az első részben kommunikáció volt, és egy felületesebb témával foglalkoztunk, ugye elsősorban azzal, hogy szociális, tehát a szociális, hogyan legyél szociális. Az előző előadás az arról szólt. A mostani előadásnak meg az volt a fő témája, hogy hogyan ismerd meg magad, hogyan tudjál magadról meg többet, hogy a kapcsolataidat jobban tudjad menedzselni. Az előző témával kapcsolatban, ha a másik nem akar felelősséget vállalni, ezért mondjuk túllép egy határt, akkor és egy szociális helyzetről van szó, akkor onnantól kezdve neked fölösleges azzal abban a kapcsolatban többet investálnod. Tehát te egy gesztusszerűen itt felajánlod azt, hogy én hajlandó vagyok még, tehát itt azt mondod, hogy most megsértettél, várom, hogy bocsánatot kér. Akkor nem investálsz többet a kapcsolatba. Tehát ez ennyi. Tehát egy szociális helyzetben, ha ezt leszed észre, hogy te felajánlod ezt a gesztust, hogy ő elnézést kérjen azért, amit csinál, ha lehet, hogy tényleg nem volt szándékos, akkor utána tudsz még investálni. És akkor még jobban, még több időt együtt töltötök, még többet beszélgettek, stb. Haverkodtok. De ha nem teszi meg, akkor ennyi volt, kész. Egy párkapcsolatban más a helyzet, mert egy párkapcsolatban, hogyha viszont valaki nem viszi végig a konfliktust, akkor kialakul egy játszma. Ez meg inkább a második előadáshoz kapcsolódik. Én mégis most párkapcsolatban lettem volna kérdés, és hogyha ott van egy ilyen játszma, hogy nem kér bocsánat, akkor mi a teendő? Pedig én mondjuk megsértve érzem magam. Mi a teendő? Hát először is ugye te vállalod ezt a felelősséget, hogy mit okozott. A másik az a következetesség. Vannak olyan párkapcsolati problémák, amit nem lehet megoldani. Ez biztos, hogy így van. Tehát, hogyha van mondjuk egy nagyon ilyen laza személyiségű valaki, aki szanaszét hagyja az okniait, aki mindenhonnan elkésik, csiszolódhat azáltal, hogy alkalmazkodik, de nem fog megváltozni alapvetően. Viszont, hogyha ezt nézzük meg, én azt gondolom, hogy ez egy olyan szituáció, amiben viszont lehet változtatni. És hogyha ő megbánt engem, a következetesség jelenteti azt is, hogy én mondjuk közlöm veled, hogy ha hát, amíg nem kérsz bocsánatot, akkor nem fogok veled kommunikálni. És ez nem bosszú, ez nem megsértődés, mert én szimplán csak következetes vagyok. Következetes vagyok ahhoz, hogy a saját értékeimet te megbántottad. És hogyha neked fontosabb az, hogy neked igazad legyen, hogy te, úgymond a te egódat táplálhasd azzal, hogy te mégse kérsz bocsánatot, hogy nem vállalod a felelősséget, mint a kapcsolatunk, mert hogyha hagyom, hogy a kapcsolat mondjuk megsértse durván, és utána tovább lépek, lenyelem, mert a kapcsolat, úgy gondolom, hogy a kapcsolat szempontjából ez belefér, nem fog beleférni a kapcsolat szempontjából, mert a kapcsolatnak ártani fog, főleg a kölcsönös tiszteletnek. Tehát, hogyha én elmondom neked azt, hogy figyelj ide, akkor viszont, ha nem vállalod a felelősséget, akkor nem fog veled kommunikálni, amíg még elnézést nem kérsz. És ez nem bosszú, nem gyerekes megsértettség, hanem ez következetesség. Én is mindig nem voltam kapcsolatban, én nem szeretek ugye nyerni, vagy én úgy értem, hogy persze. Viszont van még egy dolog, ami ide tartozik, az meg, hogy tiszteletben tartani azt is, ha ő úgy dönt, hogy ennek ellenére sem lépi ezt meg. Viszont akkor ott van a kérdés, hogy minek vagyunk együtt. Tehát, hogyha neki fontosabb az, hogy a saját játszmaihoz mereven ragaszkodjon, és nem lépi meg azt, hogy figyelj ide, beláttam, igazad volt, tehát a kapcsolatánál is fontosabb neki az, hogy a saját játszma előnyeire szert tegyen, akkor nincs értelme együtt lenni hosszú távon. Erről ezt gondolom. Igen? Nekem az elengedés fázisaival kapcsolatban van a kérdésem. Olyankor, hogyha már úgy érzem, hogy már mindenki kezdeném túltenni magam rajta, és akkor egyszer csak hirtelen bármilyen hatásra, két-három szakaszsal is akár vissza esek ebben az egész folyamatban, hogy kezdem ezt a inkább. Aha, kihangosítom a kérdést. Ugye az volt a kérdés, hogy elmondom röviden, tehát hogy mi van akkor, ha éppen engedem el a másikat, és már azt érzem, hogy kezdem elengedni, de valamilyen külső hatásra úgy visszazuhanok akár két-három másik fázissal is. Általában ennek a folyamatnak van egy ilyen tipikus jelensége, hogy amikor azt hiszem, hogy már lezártam, már túl vagyok rajta, egyszer csak meglátom, meghallom azt a zenét, mondjuk a kocsmában, ami mi megismerkedtünk, és elbőgöm magamat. Ilyen szokott lenni. Hogy mondjam, van
szerintem mindenkinek a lelkébe egy olyan szabályozó, ami egy ilyen egyensúlyt próbál produkálni. Tehát amikor te ebben benne vagy, és ezen a folyamaton haladsz végig, és mondjuk csomó mindent beláttál, túl vagy rajta, stb. És éppen voltak már, tegyük fel, akár pozitív élményeid is azzal kapcsolatban, hogy te mondjuk elkezdtél újra kifele nyitni, akkor, de még mindig nagy a billegés, akkor néha kellenek ezek a hirtelen nagy negatív tapasztalatok is, ami kicsit megint visszaállítja azt a fajta dinamikát, amit megborult, érted? Tehát, hogy amikor te már nagyon azt érzed, hogy őt már elengedted, és egy csomó olyan jelet produkálsz, amivel azt hiszed, hogy őt elengedted, akkor kell olyan is, ami hirtelen ez az egyensúly benned visszaállítja, hogy rájössz, hogy még mégse. És amikor ez a fajta hullámzás elkezd csökkenni, mert itt inkább erről van szó, hogy ez a hullámzás ez elkezd csökkenni, mert nincsen olyan ember az életünkben, gondoljatok bele, akivel kapcsolatunk volt, és semleges emlékünk maradt meg róla. Ha van, az baj. Tehát az nem volt tartalmas kapcsolat. Ha nincs róla egy pozitív élményünk, egy örömteli élményünk, vagy akár negatív élményünk is, hogy fú, basszus, de utáltam, amikor a lábszagát előttem villogtatta, akkor az baj. Tehát az elengedésnél nem az történik meg, hogy te semlegessé válsz a másikkal kapcsolatban, hanem az történik meg, hogy ez a nagy billegés, amit érzel, ez elkezd csökkenni. És szépen kialakít egy ilyen viszonylag jól elviselhető egyensúlyt. És igen, maradnak utána is érzéseid, minimálisak, gondolataid, emlékeid azzal kapcsolatban, akit te elveszítettél, csak ma nem ezt fogod megélni, hanem kisebbek lesznek. De mit csináljon, hogyha ilyen van gondolom, ez a kérdés, akkor mit csináljon, ha meghal egy ilyen zenét, elsírjon el? Éld meg. Éld meg először is, és hogyha természetes szinten nem megy a túllépés, akkor meg valószínűleg ott vannak elintézetlen ügyek. Hát ott még van sok elintézetlen ügy. Tessék? Szuper. Tehát ott biztos, hogy még vannak elintézetlen ügyek, hogyha ez rendszeres. Ha ez nem csak egy szimpla megélés, ami mondjuk valóban segít ahhoz, hogy ez a billegés ez kiegyenlítődjön, akkor ott még vannak elintézetlen ügyek. Lehet, hogy ami még benned se tudatosult. Például, amit meséltem én is, hogy azt hittem, hogy már elengedtem, de nem ment. És mindig ugyanúgy visszajöttek a gondolatok, és még. Sokszor, amit te mondasz egyébként, ez pont arról a tagadásról szól, hogy én azt mondom, hogy nem is azt tagadom le, hogy véget ért a kapcsolat, hanem azt tagadom le, hogy én már rég túl vagyok rajta. Tehát nem is volt kapcsolat. És ez pont a tagadás fázisa. De én letagadom magát azt, hogy volt kapcsolat. És én már túl vagyok rajta. És pont ilyenkor van az, hogy ér egy élmény, egy nagyon intenzív élmény, és elbögöm magam arra a zenére. Mert akkor szembesülök vele, hogy de volt kapcsolat, csak én ezt tagadom, hogy volt kapcsolat. Tehát nem csak azt lehet tagadni, hogy mi szakítottunk, hanem valaki ezt úgy próbálja megkezelni, hogy a személyiségéből azt a részt, amit a kapcsolat képviselt, így fogja és így lehasítja magáról. Ez nem is létezett. Én már elengedtem, vége van, kész. Tipikusan ilyen médiasztároknál lehet látni, hogy szakítanak, nagy szerelem, és akkor már két hét múlva már szerelmesek. Mi van? Tehát ez nem így működik. Tehát azért ezen mindig el lehet gondolkodni. Amikor valakinek vége egy nagy hosszú viszonyának is, ő már két hét múlva szerelmes, ő tagad általában. Tagadja nem csak azt, hogy elveszítette a másikat, hanem azt is, hogy egyáltalán közük volt egymáshoz. Ő pont az első fázisnál van berekedve. Ez is lehet. Igen?